Csüresik a Jézus Krisztus kedves testvérek, jelenleg házi karanténban vagyok, így magamnak kell megoldani most a szemmisés felvételt. Két laptoppal, nyilván ez nem ugyanolyan minőség, amit a Répce TV szokott felajánlani, de ezt is meg tudjuk remény szerint osztani, úgyhogy köszönöm ezt a lehetőséget nekik. Köszönöm Tanda Ibolyának, aki fog nekünk szépen éneket kísérni ebbe a legszentebb szentmisárzatba. Úgyhogy fogadjátok tőlünk szeretettel jelen körülményekben. Ó, Szent Márton, rád tekint szülőföldet népe, és te voltál mindenkor szentje példaképe. Benned bízva, estve kérünk tégedet, a fiat vigyed hozzád síró az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Kedves testvérem, összegyűlhetünk újra az Úr oltárához. Nyilván az utca túloldalán ránéz a pont Vámos családi templomra. Túr Szent Márton püspök tiszteletére épült templomban búcsú ünneplünk. Most szerényebben itt a plébáni épületben, ezen a vasárnapon, a népközi 33. vasárnap ugyan, de most az ő közbejárását kérjük az életünkre, és majd egy felajánló imádságban is megerősítjük azt, hogy szükségünk van az ő oltalmára, aki egyház megyének is védőszentje. Imádkozunk most együtt ebben a szentmisében, amit felajánlok heti következő szándékokra, hogy a Csánigról Bankovics és Kútéti családok elhunyt és élő tagjaiért. Aztán elhunyt Szabó Ilona édesanyjáért és összes elhunyt hozzátartozójáért, Nickről. Elából a segítőszüzen tiszteletére Vámos családról. Propopuló a népért 47. szentmiseként egyben. Valamint elhunyt Vendel édesapáért Répcelakról, valamint Erzsébet és István szülőkért és Erzsébet és István testvérért Vámos családi misa szándékok. Elhunyt Kondor László és Hidves társa Bernadett és fiúk elhunyt Józsefért, Nicki misa szándék. Elhunyt László édesapa és Julán édesanyja Répcelakról, és elhunyt Kálmán édesapa és elhunyt hozzátartozókért, Vámos családi mise szándékokra, ezekre a végtelen értékű áldozatban fogunk imádkozni, elhunyt testvéreink, örök boldogságért és hálából, hogy a szűzanyánk is oltalmazunk. De mivel részesednénk most ebből a szentmise áldozatból, tekintsünk magunkba, vizsgáljunk meg lelki ismeretünket és bánjunk meg bűneinket, mert a két hullám között volt lehetőségünk arra, hogy az ember szentgyónás szentségéhez járuljon, újra az oltár szentséget megtapasztalja, hogy ebből éltünk ezekkel a lehetőségekkel, vagy pedig azt gondoltuk, hogy majd legközelebb, ami most szintén nem tudjuk, hogy mikor lesz. Így tekintsünk magunkba. Gyónó. Mindenható Istennek és nektek, testvéreim, sokszor és sokat vétkeztem. Gondolattal, szóval, cselekedettel és molasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szepőtelen Szűz Máriát,
az összes angyalokat és szentekre és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te veszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te veszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség, Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Úr Szent Márton püspök, a Te dicsőségre szolgált életében és halálában is. Add, hogy kegyelmed erej bennünk is hatékonyan működjék, hogy szeretetettől se élet, se halál el ne szakítson minket. Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Derékasszony kitalál. Értékel, ha gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szíve ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára. Életének minden napján előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja karját a guzsa után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé,
a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a város kapuknál dicsérjétek tetteit. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Zsoltár válasza: boldog az az ember, aki féli az Istent. Boldog az az ember, aki féli az Istent. Feleséged olyan, mint a termőszőlőtől te házad bensében, fiaid olyanok, mint az aranyfa csemeték, úgy veszik körül asztalodat. Boldog az az ember, aki féli az Istent. Íme ilyen áldásban részesül az ember, aki féli az Urat. Áldja meg az Úr Sionból, hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján. Boldog az az ember, aki féli az Istent. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Tesztalonikiai hívek ezért első leveléből. Testvéreim, ami az Úr eljövetelének idejét és óráját illeti, arról nem szükséges írnom, hiszen jól tudjátok ti is, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint az éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják, béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akár csak a várandós asszonyt a fájdalom. És nem lesz menekzsvész számunkra. De ti testvérek nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára meglepetne titeket. Hiszen mindjárt a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái sem a sötétségé, ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Maradjatok bennem, és én bennetek maradok, mondja a mi Urunk. Aki bennem marad, az bő termést hoz. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta a szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Kinek-kinek rátermettsége szerint aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, mentén elkezdett vele kereskedni, és a másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, a másik 2-t szerzett. Aki pedig csak 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a föld burának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számrást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, az ott a másik 5-öt is, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajtam. Az Úr így válaszolt: jól van te, derék és hűséges szolga, kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be, Urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt: Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az Úr így válaszolt: jól van te, derék és hűséges szolga,
kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott, és így szólt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, és ott is arad szóvá nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked. Válaszol az Úr ezt mondta neki, de gonosz és lusta szolga. A tudtad, hogy arra adok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem. Ezüsteimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogyha megjövök, kamatostól kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van, mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim! Igen, nehéz hét volt előttem, nyilván létsúlyúttal küzdködve a legutolsóbbi szentmise után, attól fogva, közben egyszer voltam mentővel is a kórházba, nyilván tesztelésre várok, én is itthon, a torkom sajnos szétment, sok fódokló kőgésben, hogy próbálom a hangomat visszanyerni, de mindig, amikor az ember 5 napig nem tudta menni, és fekvés volt, az vigasztalt meg az a jelenet, mindig, amikor az Úr Jézus háborgó tengert lecsillapítja, hogy ő, aki ott van, az egyetlen hely gyakorlatilag, hogy Jézus alszik az evangéliumban, az a vánkos, viharos tengeren, bárka hátuljában. És a tanítványok akkor még abból is fölrázzák szegény Úr Jézus, hogy nem, mi lesz most, elveszünk-e, és Jézus akkor ugye megállítja a vihart, ne figyeljetek, kicsinyhitűek, itt aggódtok, és nem is így vagyunk, nem az a baj, néha látjuk Istent aludni az életünkben, ugye nehéz fölrázni az imádságaink, hanem az, hogy olyan borzasztóan idegesítő a türelme, ahol aztán mégis meg tud bennünket vigasztalni. És így kérjük ma a Szent Márton püspöknek ugye a közbenjárását. Nyilván ez nem egy gasztronómiai élménynap libasültekkel kapcsolatban, hogy a világ értékeli. Nem is csak az, amit olyan nagyon sokszor emlegetünk, hogy megfelezte a katonaköppenyét a koldussal, ennél is több volt ő igazából, hiszen a szolgálatban, a szürke hétköznapokban vitte végbe ezt a jó cselekedetet. Nem süllyedt bele a megszokásba, ki tudott belőle emelkedni ezzel. Ugye olyat tett, amire nem gondolta az volna, hogy képes, hogy lesz hozzá bátorsága. Mégis megtette. Nyilván ez az esetre vonatkozott, nem kellett a kódos hazavinnie, továbbiakban gondoskodnia róla, de ezzel az odafigyeléssel is megmutatta neki Jézus, hogy ennyivel is lehet nagyon-nagyon sokat tenni a szeretetben. És azt sem szabad elfelejteni Szent Márton püspök életében, hogy ő volt ördögűző is, betegeket is gyógyított, és püspökként felelősségteljesen viselkedett az egyházmegyében, békítette a papokat hívekkel, papokat egymással, híveket egymással, a papokkal, és ez mennyire hiányzik sokszor ma is, hogy az emberi kapcsolatokat is ápolta, és ezért tartjuk őt igazából a vértelen vértanúnak, a türelme megvolt hozzá. Akkor neki sem volt könnyű, át kellett imádkoznia, szembe kellett néznie, emberekkel oda kellett mennie, meg kellett beszélgetni a dolgokat, de tette, és ezt vállalta.
és így tanít bennünket ő az emberségével olyan dolgokra, amik bizony sokszor hiányoznak az egyházközségeinkből is. Hiányzik az összefogásból, hiányzik abból, hogy az ember együtt tudjon gondolkodni, előrefele lépegetni. És ez nagyon fontos, hogy az ő lelkiségét tovább vigyük. Az evangélium pedig ugyanebben erősít meg bennünket, hogy számtalan lehetőségünk van minden nap. A falak nem lehetnek akadályok gondolatainknak, a szavainknak sem. És lehetőségeink fogynak az életünk múlásával. Nem lesz új lehetőség, ami elment, elment. És Jézus azt kéri, hogy ezeket tudjuk felhasználni. És igen, az egyházközségünkben is, ahol vagyunk, a jelenlétünkkel, amit tudni tedünk, amit tudni szándékozunk, amivel egy kicsit is előbbre vihetjük a templomaink ügyét, a plébániánk ügyét, amiben igenis, hogy meg kell mutatni, hogy mi az, amit tudunk vállalni, és amit szívesen oda is adunk Isten dicsőségére. Így gondoljunk Szent Márton püspökünkre, és így kérjük az ő közbenjárását az életünkre. Nagyon fontos, hogy nem vagyunk elfelejtve, és a szeretet nem felejt, még a mennyországban sem. Amen. Testvéreim, és pedig nagy bizalommal valljuk meg hitünket Istenünkben. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyán, van mennek és földnek teremtőjében, minden látható és láthatónak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdetelt. Isten az Istentől, világosság, világosságtól, valóságos Isten a valóságos. Istentől született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. Megtestesült a Szent Lelkéből Szűz Máriától és ember élet. Pontos Pilátus alatt értünk, keresztre feszedték, kínhalált szemret és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de olyan dicsőségben ítél élőket és holtokat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, a katolikus Urunkban is élt, Szentlélekben, Urunkban is éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származott, és épp úgy imádunk és dicsőjünk az Atyát és a Fiút, összólt a proféták szavába. Hiszek az egy szent katolikus apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom oldottak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozunk testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki egykor megjutalmazza hűséges szolgálatunkat. Adunk, hogy akik a papír szerzet és hivatás talentumát megkapták, azt hűségesen kamatoztassák. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adunk, hogy a népek vezetői az emberiség javára használják a rendelkezésünkre álló nagy lehetőségeket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adunk, hogy tőled kapott adottságainkat, jól felhasználjuk magunk és embertársaink javára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adunk, hogy az ifjúság szorgalmas tanulásával és céltudatos önneveléssel készüljön élethivatására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adunk, hogy egyházközségünk minden tagja egykor nyugodtan adhasson számot kegyelmi ajándékaidról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, te mindnyájunktól számon kéred talentumainkat. Segíts, hogy ajándékodat jól felhasználva, számadásunk után beléphessünk ország örömébe Krisztus, ami rónk által. Amen. Zsengje a szívünk.
áldva kérhet. Szent Márton kérünk, ki már mennybe értél, főpapok dísze, légy a papok főre, s a magyar földet, hol születtél egykor, mint atyánk óvjad. Imádkozzatok testvérem, gyálazatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatod nevének dicséretére és dicsőségre mindannyiunk, és az egész Anya Szent Egyházi a vára. Kérünk Istenünk, szentel meg ezekre az áldozati adományokat, melyeket örvendező szívvel ajánljunk fel Szent Márton püspök tiszteletére, hogy egész életünkön át, jó és barsősben egyaránt áldozatos szellemben éljünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert örül egyházadnak, hogy örvendezzék Túri Szent Márton püspök ünnepén, és erősödjé buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására, óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt, dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Isten minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt. Árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanírványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan. Mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyet, és majd ismét hálát adott odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelye az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiöntetik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Áldott hirdetjük, Urunk, és hittel vagyok feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiatalának is feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed alatt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsenek be a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát, az egész világon, te tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, János püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzem meg a feltámadás reményében, ahogy testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsérve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ővele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Most már imádkozunk együtt úgy, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságra és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert ér az ország, hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott apostolaidnak, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Na védkeinket nézett, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. A kész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Engesztelődjetek is szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit.
Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Nem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Hát, kedves testvérek, áldja meg Jóisten a halottainkat, az örök boldogságukat, áldja meg a hálánkért és az örömeinket. Most imádkozzunk. Ez felajánlja imádságot Szent Mártonhoz, plébániánkért, és benne mindenkiért, és a helyzetünkért is. Legyen ő most az oltalmunk, a második hullám idején. Szent Márton püspök közbejárásodat kérve fohászkodunk hozzád a mai ünnepen. De földünkön, Pannoniában születtél, neked ajánljuk minden születendő kisgyermekünket. Óvd, segítsd és védelmezd őket, hogy egyházunk és hazánk büszkeségei legyenek, növekedjenek korban és kedvességben, Isten és az emberek előtt. Szent Márton püspök, te megtértetted és megkeresztelted édesanyádat. Oltalmadat kérjük településünkön minden édesanyja számára, hogy segítségeddel örömket lejjék gyermekeikben, mint ahogy neked is kedvetelt édesanyádnak. Nagy lelki és irgalmas Szent Márton, te köppenyeret megosztottad a koldussal. Oltalmadba ajánljuk egyház községünk minden nélkülözés szükséget szenvedő hívét. Adj a rászorulóknak kenyeret, a munkanélkülieknek munkalehetőséget, és add, hogy emberhez méltó életet élhessenek. Bátoríts bennünket, hogy mi is hozzád hasonló a nyitott szívvel forduljunk a segítséget kérők felé. Gyógyító Szent Márton, te visszaadtad az egészséget sok betegnek. Oltalmadba ajánljuk betegséggel küzdő testvéreinket. Állj egyházközségünk betegei mellé, adj nekik lelkerőt a betegség, a szenvedés és az időskor keresztjének hordozására. Állhatató Szent Márton, te a gonosz lélekkel is harcra keltél, oltalmazd bennünket, hogy kísértésekkel küzdünk. Védj meg minket a gonosz sugallataitól, Isten tetszéséreink és csábításokat legyőzzük. Végül mindnyájunkat, akik itt vagyunk, oltalmadba és közbejáró imádba ajánljuk. Add, hogy mi a te tisztelőid mindig büszkék legyünk és örüljünk annak, hogy pártfogásodban élhetünk. Püspöki áldásod legyen mindig velünk. Jóságos tekinteted örködjék szülőföldön egyházközségünk és templomunk felett. Templomaink felett. Amirunk Jézus Krisztus által, aki él az Atyával és a Szent Lélekkel együtt, él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
könyörögjünk. Istenünk, add meg nekünk, akik az egység szentségével megerősítünk, hogy minden tökéletesen egyetértsünk akaratoddal, és amit Szent Márton püspök egészen átadta most magát te néked, hogy mi is joggal dicsekedhessünk azzal, aki tieid vagyunk. Krisztus, aki mirunk által. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek a következőket. Igen, egyedül nem olyan egyszerű birkózni a technikával, de amit tudunk, kihozunk ebből a helyzetből is. Következő vasárnap ugye Krisztus királyt ünnepeljük, hogyha az év lezárását. Nyilván én még tesztelésre várok, úgyhogy valószínűleg én amúgy se tudnék kimenni most misézni, de hát reméljük a legjobbakat. Abban a szentmisében következő szándékokra misézünk, ugye Csánigról szintén a Benkovics és Kultéri családok elhunyt és élő tagjaiért lesz a szentmise. Miszkről elhunyt Füle László és Neje Karolina szülőkért és elhunyt hozzátartozókért lesz. A Propopló szentmise a 48. a népért részemről. Elhunyt szülőkért Vépcerakról. Kondor Pál és Hírvestárs Máriáért és elhunyt hozzátartozókért Miszkről. Elhunyt Imre édesapa és nagyszülők lelki üdvéért Répcelakról, és elhunyt Rita édesanyáért pedig Vámos családról. Tehát ezekre a szándékokra lesz következő vasárnapi szentmise bemutatva. Elhunyt Bicó Ferenc testvérünk temetése lesz kedden 17-én az újfalusi temetőben. László atya fogja temetni, ugye egyfalusi plébános úr. Délután 3-4 órakor. Ne felejtsük el, hogy 50-en vehetnek részt mostanság a temetésen, és akkor is maszkban. Gyászmisét pedig előtte én fogom itt imádkozni a plébánián magánszentmiseként. Nyilván templomaink most be vannak zárva. A helyzet az nem egyszerű. Láttam én is a felvételen a kórházban, hogy igen, megtesznek mindent, de attól még a helyzet nehéz marad. A fertőzés terjed, ilyen van, akiknek könnyebb, van, akiknek nehezebb, de bizony van, hogy a fiataloknak is és az öregeknek is egyaránt nehéz az a helyzet. És mégis reménykedünk abban, hogy majd tudunk újra tovább lépni. Nyilván ez kis veszteség a részünkről, de inkább ez legyen, mint hogy ember életek menjenek tönkre, hogy sérüljenek meg ebben a vírus helyzetben. Ez most sokkal többet jelent, ha az ember egy kicsit vissza tud vonulni, és ne felejtsük el a lehetőségeink, akkor is ott maradnak velünk az Istennek a szeretetébe, még ha négy fal között vagyunk egyedül, vagy a családunkkal, akkor is. Nyilván az elmondott szentmiséket majd alkalmas időben tudják rendezni a kedves hívek, és köszönöm a kegyházi hozzájárulást támogatja a plébánia működését ebben az időszakban is. Plébánosként teszem, amit kell, a pályázatok továbbra is élnek, papírmunka továbbra is van, nyilván ha van temetés, ezt meg kell szervezni, és tényleg az ember próbál közben még gyógyulgatni, és így várjuk azt, hogy újra erősen, újra derűvel tudjunk nekifeküdni majd egy békésebb időszaknak. Itt tanosok nincsenek elfelejtve, nyilván online óráink vannak, ugyanúgy megkapják, ami kell az Istennel való barátságukhoz, viszont a személyes imádságot azt most otthon mindenkinek magának kell hozzátennie. És így fogadjátok most, testvéreim, az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Szent Márton tiszteletére és közbejárását kérve áldjon, óvjon, és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szentmise véget ért, mondjuk áldást az Úrnak, Istennek legyen
Hála. Testvére, köszönöm mindenkinek az együtt imádkozás és részvételt. Isten áldjon benneteket, dicséressék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.